Akkor menjünk most a másik irányba. Melyik a másik irány? Az a nagyon jó kérdés. Itt amúgy le lehet majd ugrani. Tehát valószínűleg ez lesz a másik shortcutunk, ez a rész. Itt van egy misszilünk egyből jobbra, amit szerintem nem most fogunk elérni. Vigyázz, ellenség! Oké. Okay. Pá, pá, pá. Ott van egy ilyen gurulós gyökér. Pá, pá. Miért ilyen tankos ez? Miért? Mit vétettem? Pá, pá, pá. Jó, szia pörgős cuhocli! Pá, pá, pá. Miért? Miért van ennek ilyen 20 000 élet ereje? Azt hogy töltsoltam le? Pá, pá, pá. Pám. Pám. Jó. Pá, pá, pá. Gondolom ez minden évvel vánsátol, szóval meg se kell lepődni ezen. Nem, nem vánsátol. Kellemes meglepetés. Pá, 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 pá. Oké, ez kicsit overkill volt. Az a lényeg, hogy nem haltunk meg. Ott pedig őriznek egy misszilt. Itt pedig van még egy boly. Miért van itt tele minden bolykkal, és ez miért tűnik ilyen leomlós résznek? De rohadt irritáló. Hello. Pám. Rui is talált valakit? Ó, ő is talált valakit. Pám. Nem jön a többi? Nem jön a többi. Csak Rui, én, meg ez a Lost. Aki megöl majdnem azért, mert elsuhant a fejem felett a baltája. Pám. Ó, így jó, így könnyű. Oh, így fröcsög a vég. Lesz még egy ilyen gurulós rohadék? Ú, de nem akarok azzal harcolni. Nagyon nem akarok. Nem omlik le? Tök menő amúgy. Szia! Pám, pám. Nem, nem véded le. Majd Ruit levéded, jó? Vagy nem. Oké. Okay. Pám. Ouch! Pám, pám. Azért sebeznek. Úgy rendesen. Mondjuk főleg jó lenne szerintem, hogyha nem 40-es FPS-sel kéne játszanom. De valamiért nagyon lagoltat itt valami. Pám. Ez dinamitos volt, nem? Még sok esélyt nem hagytunk neki. Pá-pá-pám. Na ez csak igazából face roll. Ne. Jaj, ne, jön a... Miért? Ezt akartam nyomni, ezt akartam nyomni. Forgos gyökér. Pám. Pá-pá-pám. Pá-pá-pám. Na, még ma forog? Persze, hogy forog. Hogy ne forogna? Csak a forgás. Pá-pá-pá-pám. Jól láttam, hogy ott egy bohóc. Oh, egy pillanatra, mintha láttam volna egy ellenfelet itt bent, de szerint nem tévedtem, akkor erre lehet fölfele is menni. Ó, oh, na mindegy, most nem azért jöttem első körben, hanem ezért a missziléért. Az nem kell föl? Hmm? Ha-ho, már csak te vagy az egyetlen boly. Menjél, Rui, öj! Ennyi? Kiklíreltük az egészet? Mennyi irányba lehet itt menni? Jézusom! Erre is lehet menni, itt is van valami kis izé. Ha ott végig valahol fölfele vezet egy út. Aha. De hogy ilyen jégből van minden, ez olyan menőn néz ki. Ah, nagyon bírom ezt a mappot. Eddig legalábbis. Na ez vajon hova vezet? Mert most megyünk el a boss mellett konkrétan. Itt leugorhatnék, de ahogy elnézem, ez halál. Oké. Itt van egy misszil. Itt a shortcut, amit kinéztem egyből az elején. Meg ott is van egy shortcut, ami nem tudom, hogy a fenébe fogjuk azt majd megtalálni, de majd meglátjuk. És akkor a másik út, amerre mehettünk, az erre volt. Itt ennek a szélén, ugye? Mert, ja, arra mentünk az előbb. Akkor most jövünk erre a változatosság kedvéért. Remélhetőleg nem fog minket itt várni semmi big boy, meg hasonló dolgok. Ó! Oh. Jaj, ne! Már megint te! Már megint! Ah! Oh. Annyira nem szeretem ezt a bosst! Annyira... Kill me! Nagyon nem akarok ezzel leharcolni! Na de mindegy, nincs sok választásunk. Pám. Pám. Ja, és még vannak ilyen lődözős szemétládák is odafent. Rui, rád bízom a lődözősöket. Pám. Ja, Ruit már is kinyírták. Nem jössz nekem, értem? De azokkal a fentiekkel kéne valamit csinálni, mert ők igazából minden problémának a forrása. Pám. Az úgy eltaláltam, ugye? Egy heal. Rui, tarts ki. Egy flame buff. Pám. Jaj. Pám. Az. Pám. Jó, oké, nincs időm ütni. Ja, oké, nincs időm felkelteni Luit, de hogy azok ott fent lődöznek, kell egy távolsági skill, és ide visszajövök.
ősi halált halok. Aztán visszajövünk ide, és szétrügjük a seggét, miután hoztam egy távolsági skillt, amivel ki tudom szedni azokat a fenti rohadékokat. Mert ez így nem jó, ez így egyszerűen harcolhatatlan, hogy azokra is figyelni kell, mind a kettőre, ami lődöz, külön-külön, és akkor még egyfolytában ennek az agresszív rohadéknak az összes támadására. Na, azt mondja, hogy kéne a Bridge to Glory helyett valami aktív skill, ami range-elt. Firestorm... Tehát, hogy kilövünk egy nagyrakás tűzizébizét. Ez szerintem jó lesz, ezzel el fogjuk érni őket. Ez 5 icorba kerül, tehát 4-et tudunk használni egymás után. Mindezt a boss fight kellős közepén. Még lehet valami jobb helyre kéne rakni a ranger cuccomat. El is kezdődött! Nem, még be se léptem a helyre. Oké, fél HP-ját le tudom szedni ezzel. Oké, mégse a fél HP-ját, picivel kevesebbet, mint a fél HP-ját. Oké, egy megvan. Már csak egyre kell figyelni, most viszont vissza kell szednem az ájkoromat. Bám. Igen, ebből szedjük az ájkort, hogyha ütöm. Nem őt. Oké, így jó, ezt ki tudom kerülni. Gond nélkül. Bám. Engem fókuszol? Ja, most oké, jó, együtt is. Nem üt a nagy boss, nem üt a nagy boss. Hanem nem üt, nem én vagyok a fókusz, értem? Hanem Rui. Ouch. Ouch. Pillanat, nem látok semmit per pillanat. Bám. Bám. Jaj. Na, most Rui van a fókusz, most rárakok még egyet. Most már rajtam van a fókusz. Bám. Bám. Jaj, jön a löv... Igen, a lövés. Rui! Help! Miért én? Miért pont én? Bám. Jó, megvan az 5 icon. Nem szóltam. Az a világ másik feléről elért, és Rui-t szakította. Miért ilyen hosszú a fegyvere amúgy? Miért? Annyira nagy a távolsága, ami meg tud ütni. És az annyira irritáló. Nekem bele kell másznom a seggébe ahhoz, hogy meg tudjam őt ütni. De ő... Ha félmapposan spameli minden egyes támadását, ami vánsatol. Amúgy itt... itt van egy extra út. Nani? Egy misszil. Nice. Erre lefele pedig még tudok jönni. Ha. Várj csak, itt lesz a másik misszil. 2 misszilt ide dugtak. Ja nem, ez nem misszil. Ez egy Pollux Core Fragment. Most már mindent értek. Akkor még mennyi misszil kell egészen pontosan? Egy se. Megvan mind. És elvileg, hogyha a boss fight megvan, akkor végre valahára be tudunk menni a főbosshoz, amit már nem ebben a részben fogunk megejteni, van egy ilyen érzésem, mert kezd szerintem nagyon hosszú lenni ez a boss fight-olósd. Összeszedjük a hézemet, valahogy nem kéne szétlövetnünk magunkat. Oké, egy ütés, 2 ütés. Áááá! Miért? Így is el tud találni, hogyha belállok a seggébe, így is el tud találni. Oké. Ezeket olyan nehéz megölni! Mármint úgy, hogy ezzel a gyökérrel kell közben harcolni. Egy megvan! Nem. Jó, foglalkozz csak vele. Egy Icor Concentrate-et megiszok. Jaj! Egy pillanatra láttam, hogy valami mozog mögöttem, és már láttam, hogy ott áll. Nem. Nem csézel, értem? Áó. Ja, az megölt. Oké. Azt nem hittem volna, hogy instant megmordáltam attól. Jó, most már csak a nagy. Ja, nem ezt akartam nyomni, hanem ezt akartam. Heal. Mondjuk nem, mintha nem vánsatolna mindenével is. Jó. Kezdjük. Rui, do it. Bám. Ja, oké. Nincs több kérdésem. Bám. Bám. Ja, oké. Ja. Azt hittem, hogy ha ben vagyok nagyon a range-ében, akkor nem fog akkorát sebezni. Nem tudom, hogy miért gondoltam ezt. Azt ledodzsoltam egy az egyben. Akkor kezdjük előről. Az lenne a jó, hogyha egy caster buildet csinálnánk. Melyik volt az a blood code? Várjunk csak. Nem Prometheus, hanem... Hogyha Isis-t hoznék, és arra mennék ki megint, hogy minél több ájkorom legyen, és kaszterként gyorsan kiirtanám azokat a növényeket, akkor az a jobban járnék, mint ezzel a szettel? Szerintem jobb lenne. Viszont az a baj, hogy így nem tudom használni... Ja, de az Ice Bloodot azt tudom használni, és gyors, de sem megmaradt. Jól van, akkor következő a terv.
Mivel itt szét vagyok tolva light buffokkal, ezért valószínűleg sokkal gyorsabban meg tudom ölni a különböző növényeket ott fent, amik lődöznek. Indraskull, Jupiter Bale, a Blast Bolt, hát a Shift 3-asom lesz az, amit spamelni akarok. Kell egy ilyen buff, kell egy ilyen... Nem egészen erre gondoltam, elpazaroltam egy nagy rakás hészt ezzel, de mindegy is. Egy ütés, két ütés. Ja, hármason volt az. Ó, az vásatol! Ó, de nagyon jó! De jó érzés vásatolni ezeket a gyökereket. Jó, és még erre is egy hármas. Mennyivel könnyebb, így nem kell hatot ütnöm. Figyeld, piú! 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 Pám! Aha, direkt akkor a delay van rajta, hogy... Hogyha kettőt ütök, akkor eltaláljon. Hogyha egyet ütök, akkor pedig túl gyorsan fogok dodge-olni. Pám! 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 Pám. Második fokozat! Szia! Most még agresszívabb. Pám! Pám. Miért vagy ilyen agresszív? Amikor lehet, hogy az áramosítás az nem teszi jót neki. Pám! 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 Amúgy elvileg őt lehet backstabelni valahogy. Pám! Pám! Ilyet is szokott ezt csinálni? Ez valahogy nem rémlik. És szakadt. Pám. Az ilyen! Azt úgy igen, az tetszett nekem is. Mondanám, hogy nem együttésből tépte le a fejemet, de hazudnék. Ó, azt rohadt életbe. Pám. Lui, éj! Hiszek benned. Amúgy 8-asomon van valami. Ez mire jó? Jaj! Nya! Pám! Jaj! Az egyébként vásatolt volna az ütése! Azt rohadt! Pám! Jaj! Pám! Jaj! Nem, nem, nem jössz és nem ütsz le! Értem? Oké, haladunk! Menj, Rui! Öj! Valahogy ő le tudja dodge-olni, amikor stunlockba van. Oh, oké, okay. Nem szóltam. Pám, pám, pám. Pám. Ha! Bitch! Ilyenkor Louis amíg feléled, vagy... Legutóbb, mint... Ja, itt van, oké, okay, feléled Louis. Oké, okay. Itt van valami tovább út, vagy... itt ennyi, ez zsákutca. Jó van, nagy nehezen, kínszenvedések hiány, de meglett. De elvileg ugye 100%-osan megvan a mappunk, tehát... Nem fogok visszarohanni, no, kell egy olyan, hogy item lista, missile route, és visszamegyünk az előző missilehez, megtartjuk minden hézünket. Ah, megjöttünk, megjöttünk, tehát elvileg most egy level up-unk van fixen. 161-es szint, haladunk, haladunk. Amúgy ki akarom vinni még háromszor a játékot, ugye azért, hogy minden egyes endinget megtapasztaljak. Na, kinyílt a kapu, és itt fekszik a főboss. Nem tudom, hogy mit várjak ettől a bosstól. Mármint a Hellfire Knight után szerintem annál rosszabb nem lehet semmi, de igazából majd megtapasztaljuk. Úgyhogy irány boss fightolni! Yay!